A szolgáltatónak a nagy hőségben ugyanúgy el kell látnia a feladatát, mint más időszakokban. A parkfenntartáson, úttisztításon, a közterületeken csak nem 40 dolgozó van kint naponta, a hulladékszállításon pedig 50-60 ember teljesíti kötelességét a kánikulában is. Ilyenkor nem csak a növényeknek nagyobb a vízigénye és többet kell öntöznünk, általában hajnali órákban időzítjük az öntözéseinket, de sajnos néha becsúszunk, hogy még 9-10 órakor is öntözünk. Az egynyáriakon kívül ebbe a nagy hőségbe a cserjéket, a körforgalmakat is muszáj öntözni, hogy a növényeink ne menjenek tönkre. Természetesen az utakat és a járdákat is hűtjük, folyamatosan öntözzük, ami a lakóknak is nagyon jót tesz, illetve hát az aszfaltos burkolatoknak. A rekkenő melegben a szabadtéri fizikai tevékenységet munkaruhában kell végezni, sőt, több esetben a védőöltözet is kötelező, de a dolgozók nem panaszkodnak. Ugyanúgy kell dolgozni, mint eddig. Megtartjuk a kis egy órás pihenőt, illetve egy órába 10 perc pihenőt. Kapunk hidegvizet, folyadékot, és hát néha, hogyha árnyékba kerülünk, akkor egy kicsit kihasználjuk. Azon kívül aztán bírni kell. Anetta Pannonia munkatársai mindig párban dolgoznak egy-egy külső helyszínen, így egy esetleges rosszul létkor azonnal tudnak segítséget hívni. A védőitalhoz pedig igény szerint hűtőtáskát is biztosít a cég a munkatársai számára.